képviselőtestület és kedves zákány székiek. Csak néhány gondolatot szeretnék az itt elhangzottakhoz fűzni. Annyit, hogy én úgy gondolom, hogy ha körülnézek a jelenlévők, biztosan, hogy melletted, de legalább mögötted állunk, polgármester úr, és azt mondjuk, és arra biztatunk, hogy igen, tessék, ha kicsi, ha nagy lépéseket, de menni előre, mert mi szeretnénk itt békében, nyugalomban élni, és én azt mondom az zákányszékieknek, hogy nem kell nekünk az utcán félreállni, nem kell a boltba megvárni, míg előttünk vagy körülöttünk hely adódik, hogy be tudjunk menni. Mi emelt fővel bátran éljük itt az életünket ebbe a faluba, amilyen mi nagyon sokat dolgoztunk. Én azt mondom, hogy az a javaslat, amit elhangzott, maradjunk ennyibe, nekem nagyon tetszik, mint valamikor közigazgatással foglalkozónak, és azt hiszem, hogy nagyon alacsos munka, és akkor hadd fűzzek csak egy gondolatot, hogy ez a határozati javaslat, ha jól emlékszem, 13 pontos, hogy legyen egy 14., bár nem vagyunk babonásak, engem kivéve, hogy én azt javasolnám, hogy polgármester úr, legalább a homokháti kollégáit között terjeszt ezt a gondolatot, vagy ezt a vezérvonalat, vagy ezt az intézkedési tervet, mert mint elhangzott, ha még a felsőbbség is segít bennünket, akkor lehet, hogy ezek az elemek gyűrűznek, vagy mennek tovább, de mindenütt akkor hasonló, fogadtatásba részesüljenek. És ha itt zákány széken ezt a képviselőtestület, ezt az intézkedési tervet meghozza, akkor ez alkalmas és érdemes arra, hogy a továbbiak, vagy mi a többieknek is esetleg tovább gondolásra kiajáld. Ennek a módját, szerint te jobban tudod, és én a kedves zákányszékiektől meg azt kérem, hogy éljünk azzal a lehetőséggel, ami a határozati javaslatban is benne van, hogy függetlenül attól, hogy polgármestert, jegyzőt vagy a hivatalban bárkit azt gondoljuk, hogy zavarunk, mondjunk el és jelezzünk mindenfélét, amit tapasztalunk, mert úgy lehet csak az illetékes szerveknek erre intézkedést tenni, úgy a rendőrségre gondolok, vagy a polgárőrségre, és csak egy mondat, és befejeztem, hogy itt a hatóság oldaláról, önkormányzat oldaláról, amit lehet megtenni, ez ebbe benne van. Én gondoltam azért, hogy lesz valami olyan felajánlás, hogy a francba néhányan ebből az utcából, vagy abból az utcából jelentkezünk a polgárőrségnél, hogy osszuk meg a terhet egy-egy akció alkalmával, nem polgárőrség tagja is, becsatlakozunk esetleg az éjjeli őrjáratba, vagy azt mondjuk, hogy kérem tisztelettel, erősítsük meg a mezőri szolgálatot, én nem akarok a Mohai Józsi bácsi idejére visszahivatkozni, bár úgy látom, hogy nem is nagyon vannak itt már olyanok, akik ismerték. Tehát, hogy legyünk jelen minden utcasarkon, minden dűlő végén, és amíg ez a helyzet van, addig segítsünk, figyeljünk, jelezzünk, és tegyük meg mindent mi magunk, saját magunk érdekében. Köszönöm szépen, elnézést!